az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem néktek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Advent negyedik vasárnapja van. A misenaplóban erre a 8-as szentmisére az a bejegyzés van, hogy hálaadó szentmise a 97. születésnapon. Ehhez kérem a kedves jó testvérek segítségét, hogy együtt köszönjük meg a mindenható Istennek azt a mérhetetlen sok kegyelmét, amit ezbe a 97 évbe nekem ajándékozott. Közösen adjunk hálát ezért. Amikor elgondolkodtam, hogy mit mondjak, mert lehet ám, hogy utolsó alkalom lesz, nem nagyon merem ígérni, hogy jövőre is együtt ünnepelhetünk, de hát ez a jó Isten dolga. Ezenbe jutott, hogy valamikor egy kismama azt kérte tőlem, hogy hogyan tudnád kicsi gyerekét bevinni, bevezetni a mi krisztusi hitünkbe. És akkor én azt mondtam neki, hogy úgy egyesztendős korában tanítsa meg a gyermekét a keresztvetése. Te tisztességesen homlokod, a szívetáját, a bal vállát és a jobb vállát érintve, és mondja, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem fog érteni belőle semmit, de nem baj, de majd látja, hogy a szülei is étkezés előtt, vagy lefekvés előtt ugyanígy cselekszenek, és a kisgyerek szeret ám utánozni. Aztán úgy 3 éves korban hozzá el a templomba, és mutassa meg neki a betlehemi jászolt, és mondja el, hogy az a legfőbb Úr, aki fölöttünk van, az Úristen, elküldte a fiát ide a földre. Ez a pici baba az Isten fia, aki majd megoldja az emberiség tragédiáját. Ezt se fogja érteni, de látni fogja ezt a pici csecsemőt ott a Betlehembe, és azért ez valami élmény lesz benne. Aztán húsvétkor hozza el a gyermekét a Szent Sírhoz, és mondja el, hogy az a pici kisgyerek fölnőtt, és ahogyan a kereszteken látják, úgy szenvedett ő is valami szörnyűséges kereszthalált, de ezzel teljesítette a mennyei Atya akaratát. Aztán, ha még egy kis lehetőség van, nagy szombaton a gyertyagyújtásra, gyertyaszentelésre, tűzszentelésre hozzá el a gyermekét, mert az a sötétség, mikor bejönnek a templomba, az a káprázatos világosság, az nagyon sok mindent meg fog értetni, bár akkor se ért meg mindent, az apostolok se értettek, ezért kellett az Úr Jézusnak elküldeni az ő lelkét, a Szent Lelket pünköskor, és tudjuk, hogy a keresztség szentségében mindannyian vízzel és Szentlélekkel szentelődünk meg, mindannyiunk lelkében a Szentlélek vesz helyet, addig, ameddig súlyos szándékos bűnnel el nem űzzük magunktól, velünk van, hogy a világ végéig minden egyes emberbe megvalósíthassa a húsvéti misztériumot, az emberiség megváltását. Na most lehet, hogy azt mondják, hogy miért beszélek én ilyen gyerekes dolgokról. Na, hadd mondjam el, hogy amikor a gulág rabtelepein rabtestvéreinek ilyesmélét mondtam, olyan sok erőt nyertek ebből. A keresztetés az valami csodálatosabb. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A karácsony, a húsvét és a pünkösd nevében. Hát azoknak persze másképp mondtam, azt mondtam, hogy
mindannyian tudjuk, hogy az emberiség életében annyi a gonoszság, annyi a rossz. De ez elkezdődött már a paradicsomban, az Édenkertben, őrszüleink első bűnével, hogy szembeszálltak az Istennel, elszakadtak tőle, megsértették az Isten, el kellett veszíteniük az Édenkertet, megjelent a szenvedés, és bele volt szorítva az életük a földbe. Megszülettek, éltek, meghaltak, sussz! Az Úristen, aki tudjuk, hogy örökké való, neki nincsen múltja, meg jövője, csak jelene van, tudta, hogy ez az emberiség tragédiája meddig fog tartani. És amikor megelégelte, akkor döntött. Valami egészen csodálatos módon tudta azt, hogy ebből a vészes, ebből a szörnyű gödörből az ember fölemelkedni nem tud. Ezért elküldte a fiát a földre, Jézus Krisztus alakjában, aki aztán a véres élet áldozatával teljesítette az Isten akaratát, kiemelte az embert ebből a szörnyű elsüllyedésből, megadta a lehetőséget az örök boldogságra. A keresztség szentségében mindannyian megkaptuk a Szent Lelket. És ne felejtsük el, az apostolok is akkor értették meg az egész megváltás misztériumát. Az a pici gyerek is akkor kezd majd érteni, hogy mire majd egy kis hitoktatással az első áldozáshoz jut, föltárul előtte, ami krisztusi hitünknek a csodája. Mi felnőttek, már ezzel élünk. De az Úr Jézus még arról is gondoskodott, hogy ha szerencsétlenül megint elhagynánk a jó Isten, mert azt mondta az első húsvét vasárnapján az apostolainak, akiknek megbocsátjátok a bűneit, az égbe is bocsánatot nyernek. És nem mondta ezt hányszor, ezt ahányszor bűnbeesünk, mindig megtehetjük, mert az Úristen irgalmas szeretetének az az igazi gondolata felőlünk, hogy egy földi élet után mi eljussunk az örök boldogságba. Testvéreim, hogyha ebbe belegyönyörködünk, még ilyen 97 éves fejjel is, valamiképpen megdöbbent bennünket az Úristen irgalmas szeretete, megdöbbent bennünket Jézus Krisztusnak, a Fiú Istennek ez a mérhetetlen szenvedéssel járó áldozata, és megdöbbent bennünket a Szentlélek Úristen velünk való bibelődése, hogy ő irányít és vezet bennünket életünk minden pillanatában. És testvéreim, én nem tudom megígérni, hogy jövőre is együtt ünnepelhetünk, de egyet biztosan tudok, hogy egykor mindannyian találkozunk az örök boldogságban az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.